Az MKC az első Szombathely a tabella harmadik helyéről várta a 18. forduló rangadóját, természetesen ismét teltház előtt. A mérkőzés felvezetése is különlegesre sikerült. Az egyik szponzor jó voltából a szurkolók új dobokat kaptak, és ekkor köszöntötték a város legjobb sportolóit is. Összel a két csapat szoros mérkőzést játszott egymással, ahol az Óvár mindössze egy góllal tudott nyerni. Azóta sok minden változott, a januári felkészülési tornán már sokkal meggyőzőbb és nagyobb gólarányú sikert aratott a Moson-Magyaróvár. Ezt a játékot folytatta Bognár Róbert együttese immár a tét meccsen is. Már a kezdéstől a hazaiak akarata érvényesült, és főleg védekezésben nyújtottak kiváló teljesítményt a lányok az első félidőben. A szombathelyiek támadásban tanácstalanok voltak, csak a távoli lövésekre hagyatkoztak több-kevesebb sikerrel. Az Óvár 30 percnyi játék után már 7 góllal vezetett, a szünetre 18-11-es vezetéssel mehetett. Ha jön az árás, akkor még akár egy lövés is összejöhet ebből. Igen, gyönyörűen a jobb felsőre. Ezt szépen csinálták, Kopesz Barbara. A folytatásban apró porszem került a gépezetbe, saját kapujuk előtt továbbra is magabiztosak voltak a lányok, nem volt igaz ugyanez arra, amikor az ellenfél kapuját kellett ostromolni, aztán kiszakadt a gólzsák, és egyre csak nőtt a különbség, a hajrában már többen lehetőséget kaptak azok közül is, akik addig kevesebbet voltak a pályán. Az MKC ezúttal is végiguralta a találkozót, és otthon tartotta a bajnoki pontokat 31-21-es sikerével, így még közelebb került a bajnoki cím eléréséhez. A találkozó két legeredményesebb játékosa a 7-7 gólig jutó Bízik Réka és Tillinger Tamara volt. Azt gondolom, az első perctől olyan szinten mentünk 120%-ot, hogyha talán nincs az a 10 perc gól nélküliség itt a második félidőben, akkor még nagyobb is lehetett volna, de én tökéletesen elégedett vagyok mind a mutatott játékkal, a hozzáállással. A szurkolás az meg egyszerűen zseniális. Egy jó bejátszás középre, Kovacsics jött be a szélről, még tovább tudja tenni estében, gyönyörű gól, ez az! És itt még talán egy két perc is beleférne, nem? Szerettük volna őket az elejétől kezdve lerohanni, gyors gólokat lőni, hát igazából a könnyű gólokra hajtottunk. Ez sikerült, nem is tudom, már a 6.-7. percben ugye időt is kértek. És Tillinger belőli az újabb büntetőt. A második félidő elején egy picit úgy a támadó játékunk megakadt, ott 23 gólnál, de hála Istennek a védekezésünk feszes maradt, és mögöttünk a Andi is és Berni is fantasztikus napot fogott ki. Az NB1-ben nyugati csoportjában a Moson-Magyaróvár áll az élen 34 ponttal, a Nekának 32, a Kozár Michelinnek 27 pontja van, az MKC vasárnap az Audi Eto ellen lép pályára Győrben.